Az elmúlt napokban Tisza Gábor esetétől hangos a média. A 16 éves gimnazista fiú ugyanis néhány napja önkezével vetett véget az életének, mert nem tudta tovább elviselni, hogy bántják és zaklatják az iskolában. Dr. Kertész Ágnes, a Szekszárdi Balassa János Kórház pszichiátriai osztályának vezető főorvosa úgy nyilatkozott, ezek az emberek nem meghalni szeretnének, csak másképpen élni. Maga a krízis nem azt jelenti, hogy egy negatív kicsengésének kell lenni egy életeseménynek, hanem azt jelenti, hogy egy fordulópont van az életünkben, és hogy ezt a fordulópontot megélhetjük úgy is, hogy nyertesként, győztesként kerülünk ki belőle. Ehhez azonban fontos, hogy felismerjék a bajt és segítséget kérjenek. A szakértő azt mondja, a koronavírus járvány okozta elhúzódó krízis plusz feszültségeket hozott magával, ami miatt megemelkedett az ilyen esetek száma. Tavaly évben még arról beszélhettünk, hogy Magyarországon soha nem látott mértékben csökken a befejezett öngyilkosságoknak a száma. Mára azt gondolom, hogy a járvány okozta helyzet miatt ez a trend megváltozott. Ez az elhúzódó krízis az egész társadalomnak a krízisét eredményezte, és ez miatt megnőtt a befejezett öngyilkosságoknak a száma is. Az Egészségügyi Világszervezet jelentéséből az derült ki, hogy a Földön minden percben véget vet valaki önkezével az életének. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon 10%-kal emelkedett meg az öngyilkosságok száma.